Na cső, hát haló, haló. Hát a... Mi van akkor, Cset, hogyha azt mondom, hogy beszélgessünk most egy kicsit, mert hát úgy érzem, ez a gém után nem árt átbeszélni egy-két dolgot, tehát így az Assassin-nek a jelenlegi állapotáról, hát ugye szegény Nokia, mint látjátok, még mindig nem igazán van formában, meg most, ahogy úgymond nerfelik őket, hogy később is fognak ugrani. A kurva szád! Áj! Mi a fasz? Ó! Oh. Cső, Noki! Miért pofázol rólam ilyeneket, ember? Jó, ember, állj már, lehet figyelj, az előző game, azt te is tudod, hogy hiába trisztározlak ki, még akkor is érted, most tehetik én arról, hogy ilyen szarú állnak a százalékok? Mondjuk odafigyelhetni a pozíció forrásra. Igen, és szerinted azért valamit, hogy én Mortnak csinálok valami videót arról, hogy level 7-en normális százalék kellene, hogy legyen, hogy ha megint visszateszik a 40%-ot, az pont elég lenne? Hát szegkettőben elég volt. Hát jó, baszki, de akkor is, na, hát valahogy kapd össze magad, ember. Most visszaidézzük, hogy mit mentél Szed 2-be, azt megnézzük azt tanok itt, meg megnézzük a mostani tesó, hát ez azért... És olyan az, amikor van barátnő, te is. Aha, értem. Szóval akkor most te szeretnéd itt beszélgetni? Hát, nekem is szóvásnál. Jó van, öregem, hát figyelj, biztos, hogy szarézés lehet, hogy ahhoz képest, hogy hol voltál, én is hasonlóképp érzem kicsit ezt a júniusi megzuhanást, de figyelj, össze kell kapnunk magunkat, aztán ki tudja, lehet a végén még majd api itemekből leszel erős. Ki tudja, ez a mai szetteknél már nem igazán tudod ezt így megállapítani. Hát azért az baszna be. Figyelj fel a feje, jön az új szett, lehetséges, hogy most látom, Fiddlesticks hozzá csatlakozott, ez ki fog menteni, én bízok benne, figyelj tesó, meg tudjuk csinálni. Lábnapot azt mondjuk, hogy nem kéne kihagynod, mert hát látom, az eléggé elmarad, de figyelj, majd bepótoljuk, elsz velem, aztán szombaton lábazni, és akkor megoldjuk, jó? Na, jó van, öregem, kérküljél valamit, valami némálmat, jó? Na, jó legyél. Csá-csá. Na, cső.